Köszönöm szépen. Azért is nyomtam külön két percest, mert nem foglalkoznék most ezzel a tárggyal, hanem azt kell látni, hogy a 21. században megváltozott a kulturális fogyasztásnak a mintája. A 21. században már nem boltba mennek megvásárolni a CD-t, már nem csak mozikba járnak az emberek, hanem először otthon letöltik a különböző hanganyagokat, filmanyagokat, majd ha tetszik nekik, akkor elmennek a boltba, és megvásárolják ezeket a kulturális termékeket. Magyarországon a 2010-es kutatás szerint, egy reprezentatív kutatás szerint a társadalom egészének 19%-a töltött már le zenét, 17%-a pedig töltött már le filmet. Ez a 30 alatti fiataloknál, ez jóval nagyobb az arány, több mint egyharmada a fiataloknak töltött már le kulturális javakat. Na most a hatályos törvények szerint ezek az emberek bűnözők. Tehát a magyar hatályos törvények szerint minden ötödik magyar állampolgár bűnöző, mert részt vett ilyen letöltési folyamatban. A magyar országgyűlés kriminalizálja a társadalom egy ötödét. Ez tarthatatlan szerintem, de önök szerint is gondolom ez eléggé abszurd helyzet, ami itt van ma Magyarországon. De hogyha megnézzük azt, hogy a letöltések kimutathatóan növelik a jegybevételeket, illetve növelik a lemezeladásokat, akkor már irracionálisnak is tekinthető. Hiszen azok, akik előállítják ezeket a kulturális javakat, jobban járnak azzal, hogy az emberek letölthetik ezeket az internetről. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni azokra a nemzetközi tendenciákra, amik a politikai életben is elindultak a szerzői jogok kapcsán. Az Európai Parlamentben két svéd kalózpárti képviselő is helyet foglal. A berlini tartományi választásokon 9%-ot ért el a német kalózpárt, és a most már országos szinten is számottevő a német kalózpárt, hiszen a legutóbbi közvéleménykutatások szerint 10%-ot is elérnének, hogyha vasárnap lennének a Bundestag választások. Ezért úgy gondolom, hogy Magyarországon is figyelni kell erre, hiszen a magyar társadalom egy ötöde tisztában van azzal, hogy őt bűnözőnek tekintik, a politikusok bűnözőnek tekintik a törvényhozók. Ezért nem állhatunk meg a szerzői jogok szabályozásában itt, hanem egy szerzői jogi forradalomra van szükség, ha úgy tetszik, egy kalózforradalomra, hiszen nem tekinthető az normális helyzetnek, hogy több százezer magyar állampolgár nap mint nap letöltésével, nap mint nap bűncselekményt követel. A szerzői jogok szabályozásában forradalomra van szükség. Ez a jelenlegi állapot, és most ne is vegyük az menjünk bele az Artisius kérdésébe, mert az abszurd, hogy egy szerző nem mondhat le a maga szerzői jogáról. Csak hogy elmondjam, én mielőtt politikus voltam, egy kulturális közösségi klubot, ifjúsági klubot szerveztünk. Oda én egy klubestre meghívtam egy zenei előadót, ahol a szájdobbal, beatboxsal adott elő. Ő 20 vendég is jött el, ingyenes volt a belépő, semmi bevételünk nem volt belőle, csak szórakoztattunk. Majd jött az Artisius jogkezelőként, és 5000 forintot kért el tőlem, mint szervezőtől, hogy én itt kulturális szolgáltatást nyújtottam, és ezért én tartozom a magyar államnak, és jött az előadó, hogy ő nem akar ezért jogdíjat semmiféleképpen kapni, ő igazából még dallam mintázatokat sem lopott máshonnan, hiszen a száját használta meg egy mikrofont. Teljesen abszurd a jelenlegi szabályozás, és pont azt az underground kultúrát öli meg, ami alulról szerveződik, ami arra szolgál, hogy a kisközösségek egymást szórakoztassák, azokat a kulturális műhelyeket ölik meg, amik alulról szerveződnek. A jelenlegi sanyarú költségvetési helyzetben, amikor az underground kultúrára már végképp nem jut forrás, de nem is kell, hogy forrás jusson, mert hiszen ettől underground, de még megadóztatni, az már teljesen abszurd, ez egy abszurd sarc. Múlt héten
az internetet böngészve rátaláltam egy cikkre, ami szintén elnézést a szóhasználatért, kiverte a biztosítékot nálam. Egy fodrász üzletben szólt a rádió. Majd bejött az Artist Youth, és 70 ezer forintot követelt, azért, mert szólt a rádió a fodrász üzletben. Hát ez szerintem abszurditás a kis- és középvállalkozásoknak, és pont azoknak a szolgáltatóknak a további extra sarcolása, amit már egyszerűen nem bírnak el. Az a bonyolult adórendszer, amivel jelenleg is rendelkezik Magyarország, azt még megfejelik egy ilyen kulturális sarccal, miközben csak annyit, ő csak hajat akart vágni, és közben a vendég az ne a csöndet hallgassa, hanem legyen valami háttérzaj. Ezért elkérnek büntetésként éves szinten 70 ezer forintot egy fodrász szaküzletbe. Ez kérem szépen abszurd. Itt nem csupán a letöltőkről van szó a szerzői jogi szabályozás forradalmasításában, hanem azokról is szó van, akik saját magukat szeretnék kiélni és megmutatni a barátaiknak. Őket is megsarcolja a jelenlegi törvény, akik egyéb tevékenységet végeznének, de mellette szóra rádió, őket is megsarcolja az Artist Youth. Hát kérem szépen, ez tarthatatlan. Arra kérem a kormányzatot, hogy a szerzői jogi szabályozáshoz, hogyha már hozzányúl, akkor valódi, kemény társadalmi vitában vegyük elő ezeket a kérdéseket. Ezek a kérdések a világ minden egyes fejlett államában napirenden lévő kérdések. Mint említettem, vannak olyan országok, ahol ezek a politikai berendezkedést is nagyban befolyásolják, ezért arra kérem itt az államtitkár urat, hogy egy társadalmi vitát indítson el a kormányzat a tekintetben, hogy milyen szerzői jogi szabályozást szeretne Magyarország, és hogyan forradalmasítsuk a szerzői jogokat. Amennyiben a kalózok forradalma mellé nem áll oda a kormány, akkor valószínűleg ezek az emberek politikai képviseletet fognak maguknak szerezni, de hát jó magam is tagja vagyok az LMP kalózpárt munkacsoportjának, tehát a politikai képviselet már itt van. A kalózok betették a lábukat a parlamentben, és arra kérjük a képviselőtársainkat, hogy ne kriminalizáljuk a magyar társadalom 20%-át, ne tekintsük bűnözőnek azokat, akik csak kulturális fogyasztásukat a 21. századi minták szerint teszik meg, és hozzátéve nem lopnak el semmit. Mert valójában mennyivel, hogyha egy könyvet ellop valaki egy könyvespolcról, akkor azonnan eltűnik. Hogyha egy zenét letölt az internetről, a zene az ott marad, és tegyük hozzá, az eladási számok növekednek. Mindenki azt mutatja, nem véletlenül van több olyan zenei előadó is, aki van olyan lemeze, amit ingyen föltölt az internetre, mert ő azt mondja, hogy ő a jegybevételekből akar megélni, és hogyha meghallgatja a ingyen és bérmentve valaki az ő zenéjét az interneten, akkor valószínűleg eljön a koncertjére. Ezek teljesen racionális dolgok, csak nem 20. századi, meg 19. századi fejjel kellene hozzáállni, hanem nézzünk szét, hogy mi van körülöttünk manapság, nézzünk szét az interneten. Szerintem képviselőtársaim, vagy nem is a képviselőtársaim, de legalább fiatalabb rokonaikat, hogyha megkérdezik, biztos töltött már le valaki illegálisan zenét az internetről, és ez nem bűn. Ez nem kell, hogy bűncselekmény legyen. Ezért a kalózok forradalma nevében azt kérem az államtitkár úrtól, hogy indítsa el ezt a társadalmi vitát, hiszen itt, hogyha a szerzői jogok kapcsán nem indul el most azonnal radikális változás, akkor többen leszünk itt kalózok a parlamentben, akik ezt kiköveteljük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.